A műsor támogatja és a műsorvezetőt öltözteti a Fashion Days, a régió egyik legnagyobb divatfebáruháza. Mi eddigi életed legnagyobb teljesítménye? A legnagyobb? Na? Matek 2-es. Az életem lenne. Nagyon, meg hát nagyon sokszor a felszínre tör az a fajta Balázs Andi, akit én nagyon utálok, aki olyan, olyan kicsit ilyen megmondó nő, olyan fö-fö-fö. És valószínűleg a kódom, a bekódoltam magamnak ezt az elvesztés érzését. Van egy fiú 20 éve, aki azt szereti, hogy ekkora, így, ahogy vagyok, hát mi a igazi bolit van, nem csak nézni otthon. Igen, nagyon jó, imádom. Én elolvaslak, jó? Megnézzük, mi hírt hoztál? Ah, van itt minden. Az ügyelő valamelyik nap a színházban így elolvasta, hogy egy nagyon jó süti van a hátad, egy süti recept van. Tényleg? Állítólag a hátam, mondom. Olaszul? Hát, vagy mindenféle nyelven van szerintem. Ja, nem, angolul is van rajta, igen. Ah. Szeretsz újságot olvasni amúgy? Szeretek a neten olvasok, de néha, amikor a kezembe kerül egy igazi újság, azért aznak más az illata, meg az egész olyan, hát jó, hogy ilyen magazinokat persze, hát azokat veszem, és nagyon lapozom, és a termékmintákat ott, aztán soha többet nem használom el, de ó, mert van. És néha ilyen, amikor így a színházba így előkerül, hogy van nálam egy hidratáló, két év a táskájában, az nagyon jó. Én külön gyűjtöm ezeket a mintákat. Akkor figyelj csak, igen. Mi akartál lenni gyerekkorodban? Anyuka, színésznő, orvos, állatorvos, állatorvosi asszisztens, állatgyógyász, idomár, minden, ami állattal kapcsolatos, de színésznő is akartam lenni. Igaziban már 5 évesen, amikor elkezdtem énekelni a Gina te bestia című dalt, akkor éreztem, hogy ez az én utam az előadó. És kinek a hatására? Fogalmam nincs. Nincs egy ilyen emléket, hogy gyerekkorodban nézted a szeszélyes évszakokat, vagy nem? Nem. Hanem valamiért így tényleg hamar rá kellett jönnöm, hogy nem szeretek számolni. Nem tudok, és nem is szeretek. Teljesen távol áll tőlem. Hát az biztos, hogy nem. Mert azt is majd elmesélem, hogy egyszer elrontottam, elmondhatom. Képzeld el, hogy egyszer elrontottam a pénztárgépet a felvételeken, ugye, mint Kasszás Ezsi beállítottak a pult mögé, és mondta a hölgy nekem, ott egy mújködő bolt, csak akkor nem kibérelték, és azt mondta, hogy mindent nyomkodhatsz, Andi, tényleg, ma félig áramtalanítottuk, de a NAV-tól nem tudjuk kijelenteni, vagy én nem tudom, valami mondott valamit, azt mondta, hogy ezt az egy gombot, ezt ne nyom meg. És hát ugye szünetekben én ott hülyéskedtem, meg pittyektettem, meg minden, és megnyomtam ezt a gombot, és nem is vettem észre, amíg egyszer csak ilyen nagy robbaljal rohantak az irodából az emberek, hogy várj, bejelentetted a gépet, egyetlen egy gombot. Azt mondták, ne nyomja meg, megnyomta. Jött a NAV. Igen, és jött, és szóval, hogy a számok nem a barátaim, ez a lényeg, és ez tényleg nagyon hamar kiderült, hogy nem tudok. Tehát, hogy így most, ha összekéne adnom törte, vagy én nem azt értettem, már ott elvesztettem a fonalat. Melyik álmodat adtad fel? Egyiket se igazából, mert amit akartam, azokat így megcsinálgattam. Tehát mondjuk az ilyen tevékeny dolgokat, hogy nagyon szerettem volna például megtudni, hogy hogy készül egy cipő, és akkor ezért cipőfelsőrész készítő lettem. Mert nagyon szerettem volna megtudni, hogy hogy készül el a farmered. Hogy az hogy van, hogy abból a sok kicsi részből, amit lát az ember, abból hogy áll össze egy ruha. És elmentél Bangladesbe? Nem, elvégeztem, hogy abba érettségiztem. Tehát varrónőként leérettségiztem. Cipőfelsőrész készítő. Majd érdekeltek az emberek, amikor már túltettem magam az állati domárságon, és rájöttem, hogy én inkább állattartó lesz. Tehát az állatgyógyászat, ugye sok a szám, meg hát kémia, biológia nehéz lesz, úgyhogy elkezdtem emberekkel foglalkozni, és masszört is kitanultam. Uh-huh. Tehát, hogy igazából ami nagyon érdekelt, azokat a dolgokat szakma szinten magamévá tettem. Hát persze van még egy csomó minden, ami... Hát meg benne volt az anyuka. Hát igen, azt az egyet nem sikerült még, de hát ami késik, nem múlik, majd meglátjuk. Oké. Okay. Hány évesnek érzed magad? 28. Ezt nagyon pontosan is mondani. Igen? Igen, valaki meg rá, 28, és akkor mondja, bólogatnak, akkor rájövök, hogy jól néznek ki ma. De tényleg, mondhatnád nyugodtan. 28 vagyok, igen, a lelkemben 28 maradtam, mert a 30-at rohadtul utáltam, amikor megtudtam, hogy az tényleg eljön az ember életében, hogy 30 éves lesz, és akkor egy körbenéztem, tényleg olyan volt, mint ahogy mondták, akik már túl voltak 30-on, hogy leültem, és körbenéztem az életemben. És rájöttem, hogy sehova nem tartok, az életem egy csőd, szörny, már éreztem a ráncaimat.
nyugalmat, már minden bajom volt. Amit a mai napig nincsen. Jó, most vagy még csak 28 vagy. Hát úgy 28, így könnyű. Ott nincsenek, igen. És hát érdekes, hogy a 40-t nem éreztem, meg a 30 az valami elképesztő hatással volt rám, hogy úristen, elhervadtam, és aztán a 40, azt meg annyira élvezem a 40-es éveimet, uh-huh. mint hogyha azért vagyok 28, ezt érzem. 28 vagyok. Oké. Okay. Mondj egy mondatot, amivel a legjobban megbántottak életed során. Az, hogy nem vagy erre képes. Ki minek? Mondott neked ilyen? Az osztályfőnököm. Általánosban? Nem, ez már középiskolában volt, amikor felvételiztem a színi suliba, és azt mondta, hogy te erre nem vagy képes, ezt ilyen nagyon halkan. Az volt az egyik, ami ilyen nagyon durva volt, és ezért Dafke mindent megcsináltam. Szerintem Dafke az egész. De akkor neked ez működik? Szerintem ez működik. Gábor nagyon jól tudja, például nem nagyon utálok gyógyszert bevenni, tehát az, de muszáj néha, mert az ember itt a Quarelin, be kell venni a fejem, de utálom, és lenyelni is utálom, és az egészet utálom, az egész dolgot, hogy ezt, és mindig azt mondja nekem, hogy hát mert nem mered. Tényleg ilyen ez a mondat? Igen. Nekem bármi van, az, hát mert nem mered. Fel kell hívnom valakit, nagyon nehéz, én nagyon nehezen, ugye nehezen mondok nemet, sajnos. És ezzel nagyon kell dolgoznom egész életemben. És például nemet kell mondanom valamire, mondjuk egy felkérésre, amit érzem zsigereimben, hogy nem, akkor azt meg kell tenni, hogy föl kell emelni a telefont, és elmondani, hogy úgy érzem, hogy nem fog nekem menni. Hát ez egy nehéz dolog. És akkor nyúzom, húzom, még nem, és akkor Gábor csak ennyit mond. Tehát mert nem mered megcsinálni, hát így, és akkor nem mered rá így. Szóval de az a triggered, és most elárultad a kulcsot hozzád, hogy nem érezheted magad gyávának. Hanem erősnek és bátornak kell magad érezned, és ezért inkább megcsinálsz olyat is, amit nehezen lépsz. Igen, azt hiszem, igen. Mi eddigi életed legnagyobb teljesítménye? A legnagyobb? No. Matek 2-es. Az életem ez lenne. Gyönyörű, ez a matek 2-esem. Én azt, ha én mindent ahhoz mérek, 44 vagyok, nem 28 bevallok, 44 leszek, és mindent ahhoz mérek. Amikor a jogosítványt csináltam, és elmentem a Kressz vizsgára, ezt a mondatot mondtam. Nehogy már ne megbukjak a Kressz vizsgán, amikor matekból 2-es. Ezt így, premierek napján. Hát matekból is leérettségiztem, ez mi hozzá képest? Mert az egyenlő volt a nullával, és hogy azt mondjam, meg tudom. Boldogan kiáltoztad a világba, hogy megvan a kettes. Elégettem a négyegyű függvénytáblázatot aznap este nyársalás közben. Komolyan? A családom igen, a családom ugrált örömében. Így összekulcsolt kézzel ült anyukám reggel, amikor mentem a matek érettségére, hogy ezt a hülye gyereket csak valahogy kérlek, valahogy rugdosd át, mert minden órán ott voltam. Én nem lógtam matekról. Én ott füzettem, mert ott igyekeztem, jelentkeztem. Korrepetálásra jártam, mert én azt gondoltam, hogy majd az segít. De mondom, általános másodikban elvesztettem a fonalat, és az francakem jött vissza, és az, hogy az ott kettesett, nem hiszem, a matek tanárom nagyon helyes volt, és első vagyok a névsorban, első voltam, hogy Balázs Andrea, és akkor így direkt az utolsótól kezdte elmondani, hogy kinek sikerült, hát mondom, ne őrültem. És akkor odaért, akkor az egész osztály már így ült, hogy mert tudták, hogy ez nekem az életfeladatom kell, ez meglegyen, és a matek kettes meg volt, 18 ponttal, nem büszke vagyok rá, 18 pont. Köszönöm szépen. Azt hiszem, vagy. Hogy mindenre képes vagyok, és ez a szuper erő. Tényleg, és az a jó, hogy már túl vagy rajta. Hú, nagyon, de még mindig él bennem az emlék, látod? És hogy viseled a kudarcot? Elég nehezen. Elég nehezen, és nagyon sokszor ostorozom magam olyan dolgokért. Lehet, hogy az én a kudarc, ami ér engem, esetleg nem is csak az én kudarcom, hanem mondjuk egy közösségnek a kudarc. És most a színházon belüli történések, például nem csak az, hogy a premier mondjuk nem sikerül olyan jól, vagy valami, hanem van egy konfliktus, amit valahogy érzékelek, és az nem sikerül jól megoldani, azt én kudarcnak élem meg, ez egy hülyeség, hiszen semmi közöm nincs hozzá. Úgyhogy nagyon nehezen. De nem bírod a feszültséget magad körül? Nem bírom, tehát megbolondulok tőle. Létezni, dolgozni, nem, én hiszek abban, hogy nem lehetséges. Mi az a tulajdonságod, amit nem szeretsz magadban? Ó, hát rengeteg van, de legfőképpen azt, hogy mindig makacs vagyok, és mindig mindent akkor akarok, amikor akarom, most akarom. És ez borzasztó, hát ez a környezetem idegeire megyek. Azt, hogy maximalista valaki a hivatásában, azt szerintem egy jó dolog is tud lenni. Én, mint színész, ha nekem azt mondják, hogy 4:30-ra menjek be a színházba, és üljek ott egy órát egy fotában, így ülök. Tehát nekem azt mondják, azt csinál, maximalista vagyok. De a magánéletemben ez borzasztó, nem makacs vagyok. Ha valamit ténylegesen a fejembe veszek, azt addig gyötröm, görgetem, amíg meg nem valósul. Ami egy szempontból jó, de
Hú, hát azért. De olyan érdekes, olyan együttérzéssel beszélsz azokról, akiknek ezt el kell Igen, viselni. Nagyon becsülöm őket, nekik szoktam mondani a Verebes Püst, hogy alternatív Kossuth díjat kéne nekik adni a környezetemnek, aki Igen. el szokta viselni ezeket a dolgokat. Hát nem amúgy könnyű olyan vele. Könnyű embernek tűnsz. Hát abszolút, de hát, hogy ezt is úgy kommunikálom, hogy egyébként úgy nem tudsz szívből haragudni, nem, de azért lehet, szóval én tudom magamról, hogy nagyon. Meg hát nagyon sokszor a felszínre tör az a fajta Balázs Andi, akit én nagyon utálok, aki olyan kicsit ilyen megmondó nő, olyan fő, és ezt észreveszem már, most már hála a Jóistennek, és ezért visszaveszek belőle, de hogy sokszor még ilyen nyitnám a számat, és aztán rájövök, hogy nem szabad, nem mondunk ilyeneket. Szóval ítélkeznél? Hát egy kicsit igen, de ilyen kis finom ítélkezés, valamiben belecsomagolva, tehát nem ilyen direkt. De ez az, amit régen az ember arra használt, hogy saját bizonytalanságát leplezzen. Hát igen, valószínűleg. Mi az, amitől a legjobban irtózol? Most mindig eszembe jut ilyen, hogy állatok semmi, tehát hogy én megsimogatom a pókot is, tehát Aha. nem. Hogy legjobban irtózok, az biztos, hogy az, hogy elveszítem a szeretteim, az. Uh-huh. Az egy irtózatos halálfélelemmel jár, az egy napi cucc, hogy valaki csak egy pillanatra nem veszi fel a telefont, vagy többet csörög már, az beugrik egybe, valami elképesztő. Ez egy kód bennem, ami rögtön ilyen, ezt hallom a fülemben, hogy az úgy megüti azt a mércét. De van valami alapja? Hát azt hiszem az, hogy a tesóm meghalt, és akkor én azt ugye végignéztem, hogy ő meghal a házunk előtt. Neki 7 éves volt a tesóm, én 4. És ott álltam a kapuban, amikor őt egy részeg autós elütötte. És én ezt végignéztem, de kicsike voltam, és valószínűleg a kódom, a bekódolottam magamnak ezt az elvesztés érzését. Ezért, hogyha valami nem simán történik a szeretteimben való kapcsolatomban, tehát nem veszi fel rögtön a telefont, nem tudom, tehát hogy nem ír vissza rögtön a családcsoportba, ha megkérdezek valamit, akkor ez a vészvillogó, mint egy ilyen egy sziréna, így bekapcsol a fejemben. Úgyhogy az biztos, hogy az a legnagyobb. Ez eléggé megmagyarázza, igen. Melyik volt életed eddigi legjobb korszaka? Most, 40-től. Azt érzem, 40, 38, 40. Amióta 28 vagy. Hát mióta 28 vagyok, azóta igaz. De tényleg, tehát hogy azt érzem, hogy olyan erőmhöz értem. Egy csomó minden olyan jó és rossz dolog is történt velem, ami nagyon sokat épített a jellememen, és ezért sokkal stabilabban állok, sokkal jobban tudok különbséget tenni dolgok között, ami szerintem az én életemben elengedhetetlen, mert én nagyon szeles vagyok, tehát ilyen hirtelen, gyors, mindent nagyon először, és ilyenkor olyan jó, hogy ezt így megtalálom. Uh-huh. És ehhez kellett, én későn érő típus vagyok, nekem kellett az, hogy elmúljak 28, vagy 38. Mi az, amit a legnehezebben ismersz be magaddal kapcsolatban? Hát, sok minden van, de a legnehezebben? Hát ez az, mert az a legnehezebb. Igen, igen. Hát, hogy, hát az az igaz. Hát, hogy igazából egoista is vagyok sokszor. De csak így csendben mondom, hogy titokban, hogy igen, hogy ezzel is tudom, hogy a környezetemek egy kicsit, hogy az én tudatom az nagyon, nagyon erős. Nagyon erős, ez biztos köszönhető annak is, hogy már elmúltam ugye 12, de hogy mivel, hogy elkényeztet igen, engem, hogy az igen, el vagyok egy kikapatva, ahogy szokták ezt mondani, hogy falusiasan elkapattak engem, hogy úgy nagyon szerettek is, meg a hivatásom is elkényeztet, mert tök jókat játszom, jó dolgok történik. Van egy fiú 20 éve, aki azt szereti, hogy ekkora, így, ahogy vagyok, hát mi a... Miért ne lennék? Miért ne körülötted forogna a világ? Hát azért ne forogjon körülöttem, de hogy van egy ilyen, hogy az én, és ezt is nagyon sokszor érzem azt, hogy terhes vagyok így a környezetemnek, vagy most a környezetemnek, hát Gábornak, mint legszűkebb családtagomnak. De egyébként szerintem ez minden színésszel van egy kicsit, nem? Nagyon remélem, hogy nem csak egyedül vagyok ezzel, de hogy... Hát nem mindegyikkel, bocsánat, nincs ilyen, hogy igen. általánosítunk, de hát azért egy színésznek annak figyelni kell önmagát, hogy hogyan érez, hogyan reagál, hogyan viselkedik azért, hogy aztán ezt elő tudja idézni. Igen. És ezért állandóan köszönöm, hogy egy picit megmentettél. Hú, na.
De például erről nehéz, igen, nyilatkozom. Igen. Hogy érzed magad mesztelenül? Egész jól, nagyon sokat nevettek magamon, de ezt most komolyan mondom. Mert nem úgy, tehát nem kirölgöm magam, de azért van olyan, amikor így elindulok a fürdőszobában egy borzasztó nagy tükör reggel, de tényleg nagy. És így elmegyek előtt, és így belenézek, és meglátom magam az az állapot, ahogy én reggel kinézek, hogy a haj ide csúszva, hogy a nyál ide száradva, hogy a szörnyűség. És egyszer csak jön a tusolás időpontja, és én van, amikor nagyon nevetek magamon, hogy te jó Isten, ez hova viszem egész nap ezt a sok cuccot magamon, ami ilyen, olyan, amolyan. Szeretem De magam, ha nincs tükör, és nincs reflexió, hanem csak te vagy a testeddel, akkor így komfortos vagy is raza? Igen, igen. Én szeretem magam így, ahogy vagyok. Tehát valamiért ilyen vagy. Önazonos vagy a testeddel? Abszolút igen. Én annyira szeretem az embereket olyannak, amilyennek, hogy abban reményben vagyok, hogy engem is úgy szeretnek, amilyen vagyok. Például nekem őszülni kezdett a hajam, és így nézegetem, és mindig ilyen viccesen mondom a színházban, hogy hol van már az, amikor így nem kellett semmit, és most már azért van ősz hajam, már ide-oda úgy belecsillan, ha van egy nehezebb időszak, még több lesz belőle, tehát, hogy én, és én valahogy ezeket szeretem, mind jelent valamit. Na most gyors kérdés válaszol, de nem kell... Matek nincs benne. Nincs, de nem, és nem kell egy szóban válaszolni, csak én pörgetem. Közben a mikrofon megigazítom, mert benyomtam ide. Okay. Jó? Köszönöm. Vétel. Igen? Csíkos vagy pöttyös? Pöttyös. 60s vagy 80s? 80s. Fantasy vagy sci-fi? Fantasy. Tényleg? Harry Potter. Harry Potter? Harry Potter minden mennyiség, mert kívülről tudom mindent, könyveket olvastam, végig tudom minden, és felháborít, ha valaki nem tudja. Egyszer menj el akkor a Harry Potter múzeumban. El kell mennem, az is egy... Fantasztikus. 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 És akarok ilyen pálcát is. Hát ott egy egész falból választhatsz, hogy már egy falnyi könyvtár van. Nem bírom megnézni azt a részt, amikor Dobby meghal, csak mondom. Át kell pörgetni, nem bírom. Jaj, borzasztó. Optimista vagy pesszimista? Optimista. Egyértelmű. Egyedül vagy csapatban? Csapatban. Regény vagy novella? Novella. Igen? Aha. Mert? Mert az sokkal változatosabb. A regényt is szeretem. Bár most az új darabban azt mondom, hogy a regény a fikciók, vagy a gyengéknek és a lágyszívűeknek való, azért nem olvasom, de nem igaz. Tehát olvasok regényeket, de valahogy jobban szeretem a novellát, a szakaszosságát. Skandináv vagy mediterrán? Skandináv. Hiszti vagy elfolytás? Hiszti. Ilyen a hiszti. Ilyen a hisztéria. Ki kell adni néha. Már annyi lehetőség van. Vannak ezek, amikor szét lehet verni a szobákat, meg ilyen autókat ütni. Hogy vannak ilyen stresszlevezető. Igen. Én arra el akarok menni. Hogy így egy Én el tudod, milyen nem voltam? Hogy baltát lehetett dobálni a falba. Ó, atya úr. Múlt vagy jövő? Ajjajjaj. Hát múlt. Ez nehéz. Nehéz, mert a múltam nélkül nem tudom elképzelni a jövőmet, és nagy, azt hiszem ez is egy bennem lévő dolog, hogy nagyon sokszor kapaszkodom, vagy nyúlok vissza a múltba, ami nem mindig jó, hogy azokat az érzéseket így visszarántom, pedig elmúltak. Nehezen engedem, engedem el, igen. Szőrös vagy csupasz? Szőrös. Gyors vagy lassú? Gyors. És stand-up vagy sitcom? Stand-up. Bor vagy pezsgő? Pezsgő. Szókimondás vagy elhallgatás? Szókimondás. Hát ezt rólad nem is kellett volna mondanod, kitaláltuk. Köszönöm, Andi. Nagyon szépen köszönöm, jó volt itt veled, szép vagy. Nagyon. Igyunk vizet, gyere. A múlt héten az volt a pénteki programunk, hogy otthon maradtunk ketten, és így folyamatosan Kilti Peritől a Wanted Gatövét hallgattuk, és csak így sírtunk, nagyon jó volt. Kaptam egy barátomtól egy olyan visszajelzést, hogy ő most a közeli barátjának el fogja mondani, hogy meleg, azért, mert hogy elolvasta ezt, és hogy így tökre inspirált el, hogy azt érezte, hogy mi ezt így be tudjuk már fogadni. És ezek annyira jól esnek ilyenkor így nekem, hogy valakinek tényleg tudtam akár egy kicsit így javítani az életén azzal, amit csinálok. Úgyhogy talán az ilyen visszajelzések, tehát tartom a legnagyobb dolognak. Nem szeretek mesztelenül járkálni, pedig anyukám és a húgom is, meg a nagymamám is olyan arcok, akik így nagyon szeretnek. Tehát anyámra az összes emlékem az, hogy félmesztelenül mentoros vók cigit szívnálunk a teraszon otthon.